Köszöntöm nézőinket! Mai vendégünk olyan családból érkezett, ahol a nagypapa és az apuka is orvos volt, és neki is ki volt jelölve az út. Sebész akart lenni, aztán mégsem úgy lett. Többször kérték már, hogy legyen egészségügyi miniszter, de ezt visszautasította. Ma nincs olyan egészségügyi kérdés, amiben nem kérnék ki a véleményét. Vendégünk Zaher Gábor. Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Doktor, miért nem lett sebész? Gumiallergiás lettem, én elkezdtem sebészként dolgozni, baleseti sebész voltam a Honvéd kórházban, és olyan 7-8 év munka után, ugye, amikor már leszakvizsgáztam, már dolgoztam, mert ugye elindult a pályám, akkor észrevettem, hogy ilyen műtőben, hogy hát az ember 6-8-10 órát ugye van gumikesztyűben, hogy ilyen kis apró pöttyök, viszkető pöttyök jelennek meg. Aztán persze az ember azt gondolta, ez a gumikesztyű, hát semmi gond, ugye bepálik alatta, aztán egyre rosszabb lett, egyre jobban viszketett, és hát végül is ugye hát az orvos nehezen megy el orvoshoz, de aztán én is elmentem, hogy a bőrgyógyászhoz, akik azt mondták, hogy te figyelj, hát gumiallergiád van. Na most ez egy nagyon rossz történet volt, és én így váltottam tulajdonképpen, és így kerültem át a toxikológiára, ami ugye hát a sürgősségi ellátásnak a része, és hát én ugye a sürgősségi ellátásban ugye részben baleseti sebészként, részben pedig mentőorvosként, hiszen 1982-ben ültem először mentőautóra, ugye, mint mentőápoló, ugye orvostallgatóként, aztán voltam mentőtiszt, ugye a szigorló évben, és utána pedig gyakorlatilag néhány év kihagyással, mind a mai napig ülök, ugye, most már a rohamkocsin jó pár 10 éve, és azt gondolom, hogy ez egy olyan komoly szerelem, amit az ember vagy egy hónap alatt megszabadult tőle, vagy pedig örökre eljegyzi magát vele. Na most nálam ez az utóbbi dolog volt, és aztán tulajdonképpen ez egy véletlen volt ez a toxikológia, mert találkoztam egy kollégámmal, aki oda csábított, és gyakorlatilag egy szeptember 27-i találkozás volt 97-ben, és utána már 3 nappal később már ott dolgoztam az osztályon. Mi vitte oda egy olyan helyre, ahol nyilván aki sebekhez volt szokva, és szétesett embereket rakott össze, annak a toxikológia egy másik történet, de mi tartja ott? Az, hogy érdekes, hogy hihetetlen módon érdekes, és persze ez egy laikus számára olyan bután hangzik, hogy az ember ilyet mond, hiszen itt az ember mások nyomorával találkozik, és hát azért ugye itt azért a testgyógyítása mellett ugye a pszichének is hihetetlen fontos jelentősége van, mert lehet, hogy abból a gyógyszermérgezésből az illetőt kihozzuk, mert vannak lehetőségek a gyógyításra, de hát utána ott van egy olyan támogató rendszer, aminek az első lökését tulajdonképpen nekünk kell valójában megadni, hogy ez a történet valójában működjön. És aztán, ahogy az ember haladt előre, hogy a szakmában úgy egyre inkább rájött arra, hogy tulajdonképpen az egész méreganyagok, mérgek, hát ez az emberiséggel egyidős és hihetetlen érdekes sztorik, történetek vannak, ugye, és hát 10 000 évre visszamenőleg vannak mérgezéssel kapcsolatos emlékeink a barlangrajzoktól kezdve, hogy a Mára görögök is című történet a mese és mondavilágban mindenhol benne van, úgyhogy mondom, én ezzel eljegyeztem magam ezzel a történettel. És hát ugye, mint sürgősségi orvos gyakorlatilag azért a toxikológia, mint profil a számomra azt gondolom, hogy megmaradt, és hát oktatom is az egyetemen, könyvet is írtam, egyetemi jegyzeteket írtam ebből. Szóval ez egy hihetetlen érdekes része ugye, az orvosi szakmának, és nem sokan művelik. Miért? Én azt gondolom, hogy azért ez egy elég komoly pszichés megterhelés az ember életében, és egy nagyon fontos dolgot, azt nagyon hamar az ember megtanul, hogy kívül kell maradni. Ha mindig kívül kell maradni, mert ha nekem egy beteg azt mondja, hogy képzelje magát a helyembe, és én az ő helyébe képzelem magam, akkor abban a pillanatban elvesztem az objektivitásomat, és kész, és mit tudom én, 3 hét után hazamentem volna, megittam volna egy üveg viszkit, és gyorsan fölmetélem az ereimet. De a kívülmaradáshoz azt gondolom, hogy megvédi az embert. Ettől még persze az ember elgondolkodik bizonyos eseteken, nem sajnálom a betegeket, mert a sajnálat megint csak rossz útra viszi az embert, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt 35 év tapasztalat alapján bátran kimondhatom azt, hogy az élet tudja a legvalóbb dolgokat produkálni. Szóval egy regényíró leül és ki akarna valamit találni, valamilyen történetet, sehol sincs ahhoz képest, amit az élet ad. Azt mondják erről, vagy azt lehet olvasni, hogy nagyon keményen megmondja a véleményét mindenkinek, tehát nem szokta simogatni a betegei lelkét. Megszoktam, persze. De mind a mai napig az egyik betegem, aki fél évente jelentkezik nálam, akkor még emlegető, hogy amikor először találkoztam, egy hölgybetegről volt szó. Ez volt az első mondatom, maga milyen szarul néz ki? És ez úgy képen vágtad a történet, és ez volt az, amikor az úgy szembesült ezzel az egész történettel. Szóval nem az, jaj Istenem, meg simi-simi. Én azt gondolom, hogy őszintén meg kell mondani. És ne felejtsük el azt, hogy a beteg döntése.
Szóval én tudok neki segíteni, de a döntést neki kell meghoznia. Én nem vagyok... Segíteni. Így van, így van. És aki viszont nem akar, ő segítsenek neki, azon nem nagyon tudunk tulajdonképpen mit kezdeni. És ez nagyon nehezen értik meg az emberek időnként. Mit gondol arról, hogy a félelem uralja a lelket? Én nem tudom, nekem nem uralja az én lelkemet a félelem. Nekem van azért egy pozitív jövőképem, ha bár ugye én már azért itt megyek kifelé a szakmából, én most néhány nap múlva leszek 60 éves, amikor az ember, hát ha nem is mérleget készít az életéről, de megmondom őszintén, hogy én talán azon kevesek közé tartozom, aki úgy tudott szakterületet váltani, hogy ebből nem vesztesként került ki. Szóval nem egy megkeseredett emberként dolgoztam x éven keresztül, hogy jaj, ez nem sikerült, hanem tényleg találtam valami olyat, ami nem pótszer, hanem abszolút betöltötte ugye azt a világot, amit nekem annó ugye maga a sebészike jelentett. Azt olvastam valahol ezt a mondatot, hogy egy harmadik világháború zajlik jelenleg. A fegyverek helyett a félelemmel ölünk. Igen, ijeszgetjük az embereket, és például mondjuk a kábítószer probléma szempontjából, vagy bármilyen függőség szempontjából a rémizgetésnek abszolút nem vagyok a híve. Szóval attól nem nagyon tud az ember tartósan megváltozni. Valami olyan mondatot kell találni, ami eljut a fülébe, amitől belegondol ugye a saját életébe, belemer nézni abba a tükörbe, hogy ő hová jutott, és mert tulajdonképpen segítséget kérni. Mert attól én azt mondom, mondjuk egy kábítószer használó fiatalnak, hogy öreg meghalhatsz, persze, ez benne van a pakliba, hogy beteg leszel, vagy mit tudom, elvisz a rendőr, és akkor börtönbe kerülsz. Ez mind olyan, ami tényleg abba a pakliba benne van, de valójában ő ne ezért változtasson, meg ne is azért változtasson, hogy a BTK ilyen és ilyen paragrafus alapján, miatt az espangli miatt 2 évre börtönbe kerülhet, mert én azt gondolom, hogy önmagába véve a büntetésből fenyegetés az nem fogja ezt a történetet előrébb vinni. Hogy lesz valaki függővé? Én azt gondolom, hogy nagyon könnyen. Szóval ez nem egy olyan nagyon mágikus dolog, és tulajdonképpen kinek saját útja van, és itt azért nem lehet megmondani, hogy A-ból B-ből hogyan jut el utána C-be, D-be, és így tovább, és így tovább. De például tök jó példa erre, hogy a mostani vírushelyzet. Ugye ebben a vírushelyzetben azért valljuk őszintén, az egész szituáció pofán vágott minket. Szóval erre nem voltunk fölkészülve, ilyen nem volt. Jó, persze hallottunk róla, hogy Afrikában volt ebola, stb. De hát az ott volt tőlünk messze, több ezer kilométerre, láttuk a híradóba azt a borzasztó körülményeket, és így tovább, és így tovább. És Európa is fejlett, meg jó az egészségügyünk, meg vannak védőoltások, meg vannak gyógyszerek, stb. És akkor egyszer csak ez ott megjelent Kínában, ez még mindig messze volt, aztán úgy elkezdett közelebb jönni, és akkor megjelent ugye ez Magyarországon, és akkor úgy teljesen ledöbbentünk ezen a történeten. És valójában ez az emberekből szorongást váltott ki. Ugye aztán jöttek az intézkedések, például ugye az a veszélyhelyzet, ami miatt ugye hát be voltunk zárkózva, és hát számomra egy megdöbbentő dolog volt, én elég sokat járok futni, és ugye én belakom a belvárosba, ugye elmentünk a feleségemmel futni egy este 6-7 óra körül, és a Vörösmarty téren és a Váci utcában, ahol mondjuk tavasszal azért hát millió ember van, boltok nyitva vannak, már a teraszokra kitelepültek, gyakorlatilag ketten voltunk, és ez nagyon-nagyon apokaliptikus látvány volt, és ez úgy nagyon beleégett a retinámba ez a történet, és nem csoda, hogy az emberek elkezdenek szorongani. Szorongani nem jó. És persze mindenki szokott szorongani, ja Istenem, másnap dolgozatot írunk, érettségé, mit tudom, esküvő, stb. De ez megoldódik, ez egy-két nap után ezek lezajlanak, ezek a történetek, de ez nem ilyen, ráadásul hogy a megoldás ennek az egész problémának, az nem tőlünk fog származni, hanem majd az oltóanyag, amikor majd megjelenik. 3 hónap, 6 hónap, 1 év, sok-sokféle oltóanyaggal kapcsolatban vannak vizsgálatok, de még a legoptimistábbak is azt mondják, hogy egy fél évnek akár el kell tenni ahhoz, hogy elinduljon az a tömegű oltóanyaggyártás, hiszen itt nem 10 000, 100 000 embert kell, hanem milliárdokat kellene tulajdonképpen beoltani, és addig mit tudunk csinálni? Hát betartjuk ugye a szociális távolságot, kezet mosunk, tisztán tartjuk a felületeket, igyekszünk minél kevesebb emberrel érintkezni, és más nem nagyon tudunk csinálni, és ez megint csak szorongást vált ki, amiből könnyen depresszió lehet, nem beszélve arról, hogy a szorongást azt valamivel meg kell próbálni oldani. És erre hihetetlen jó szerek vannak, a jó az idézőjelben van téve, például valamilyen szorongásoldó gyógyszer, ami nem feltétlenül az orvostól van, hanem a fekete piacról, például az alkohol, vagy akár valamilyen tudatmódosítószer, ugye ezeken kívül persze ez a kettő is tudatmódosítószer. Lehet, hogy az, hogy a nyarat vagy az azóta eltelt időt lazábban veszi az emberiség, az azért van, mert így próbálja oldani a saját feszültségét? Részben igen, meg most lehet, hogy kicsit csúnyát mondok, aztán kérdés, mennyire vágják ki, tele van a tökünk ezzel az egész történet. Tehát most gondoljon bele, hát most ott voltunk bezárkózva több héten keresztül,
ide nem mehetünk, oda nem mehetünk, tökre megváltozott az életünk, nem tudott az ember elmenni színházba, nem tudott elmenni múzeumba, a barátaival, nem voltak bulik, elmaradtak a koncertek, ugye nem voltak nyári fesztiválok, hát ez nem jó, hát nem ezt szoktuk meg hosszú-hosszú éveken keresztül, és ugye amikor lazult ez az egész történet, akkor az emberek megpróbáltak kompenzálni. És akkor legalábbis ott én, amit láttam, vagy látok Budapesten, ugye hát jó időben, amíg ugye még múlt hétig jó idő volt, ugye a fiatalok ott voltak este kint a Dunaparton, a parkokban, az akvárium környékén, de hihetetlen mennyiségben, ami alapvetően tényleg arról szólt, hogy az emberek megpróbáltak egy kicsit fölélegezni, és nagyon-nagyon nem vették komolyan, hogy most itt van a második hullám, pedig itt van a második hullám. És az is egy érdekes dolog, ugye, hogy az első hullámban maga a járvány sokkal távolabb volt tőlünk, már nem szószoros értelmében. Ha megkérdeztem volna mondjuk önt, vagy akik itt a stúdióban vannak, hogy hány koronavírusos beteget láttak az első hullámban? Nem nagyon. Lehet, hogy hallottak róla, hogy van bent a kórházba, és itt és most lehet hallani, hogy a gyerekiskolájában már van, és ott egy osztályt az karanténba küldték, meg a tágabb ismeretségi körbe, és van olyan, aki már otthon van karanténba. Szóval ez sokkal inkább közel került hozzánk, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy igenis most is tartsuk be ezeket a rendszabályokat, mert ez az, amit mi tulajdonképpen tenni tudunk, és várjuk azt, hogy átvészeljük ezt a jó néhány hónapot, amíg az oltóanyag meg fog jelenni. Kétféle hozzáállással találkozom általában. Az egyik a túlféli, a másik a legyintős. A legyintős borzasztó. A fékereket, az hihetetlen rossz a társadalomnak. Néhány nappal ezelőtt láttam egy vitaműsort az egyik televízióban, egy népszerű műsorvezetőtől, ahol két féker és két nem féker vitatkozott egymással. Gyógyszerész, orvos, biológus. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire rossz műsort én még nagyon-nagyon régóta nem láttam, hogy ennyit ártott volna, egy másikat, egy mit tudom én, egy más műsor az ember nem érdekel tovább, mert most mit tudom, egy főzős műsor az nem fog elrontani a kedvemet, hát van még 97 csatorna, ugye, amit tud az ember valójában nézni, de emellett ott ragadtam. És azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül felbosszantott, meg is írtam utána a műsorvezetőnek a véleményemet róla, és hát nem véletlen, ugye, hogy annak a két fékernek ugye az oldalát a Facebook például letiltotta. Mert igenis itt van a vírus, és igenis föl kell készülnünk arra, hogy még a mostaninál lesz rosszabb is a helyzet, akár itt október vége felé, amikor azt mondják, hogy tetőzni fog, ha bár nincsen kristálygőm, nincs, hogy én belelátok és látom a jövőt, és ezért nem szabad tulajdonképpen jósolni, mert ugye, hogyha én azt mondom, hogy október vége is bejött, akkor lehet az ember verheti a mellét, hogy na, ugye megmondtam, aki meg nem, az megmondhatja azt, hogy hát nem lehet itt fixre megtervezni, hogy mi van. Viszont a túlfélés sem jó. Mert ugye az szorongást okoz, a szorongásból nagyon könnyen depresszió lesz, és az meg nem egy jó betegség, az olyan, mint a lélek politraumája, az olyan, mint amikor valakit elüt a vonat, csak ugye itt nem a teste fog összetörni, hanem a lelke, és ugye azt is össze kell rakni. És az egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, legalább olyan, mint egy testet összepakolni. Aztról beszéltünk, mielőtt elkezdődött a műsor, hogy a bezártság, vagy az első hullámban lévő bezártságnak az okai, vagy a kimenete néha elősebb volt, mint maga a vírus veszély. Voltak ilyen megfogalmazások, hogy ennek az lesz a vége, hogy vagy sokan fognak börtönbe menni, vagy sok gyerek fog születni. Szóval, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni? Nagyon fontosnak tartottam volna azt, és ezzel nem találkoztunk, hiszen gondolom az elején, ugye hát önök is, hiszen önök ráadásul ugye még a hírekből is élnek, nézték ugye az operatív törzsnek a tájékoztatóit, ugye, ahol tiszti főorvosasszony ezredes úrral szépen válaszolgatott az újságíró kérdésére, aztán jó taktikai érzékre, hogy kizárták ebből az újságírókat, szóval egy csomó kérdés nem kerül ugye feltételre, hogy egy fontos dolog hiányzott, az embereknek a mentális felkészítése. Szóval hallottunk arról, hogy ilyen beteg, olyan beteg, mosunk kezet, tisztítsuk, Pali mindig elmondta, hogy a mentőszolgált szóvivő, hogy hogyan, 30 másodperc, stb. De hogy erre mentálisan fel kell készülni egy ilyen helyzetre, mert ezzel nem találkoztunk még. És persze az ember belegondol abba, hogy fú, de jó lenne 10 napig otthon lenni, nem? Nem kéne bejönni dolgozni, olvasnék, végre egy csomó olyan dolgot otthon meg tudnék csinálni, ami majd ilyen Patópál úrason mindig halaszgatjuk. De ez nem általunk választott történet volt. Ebbe bele kényszerültünk is. Abban a pillanatban, hogyha kényszerítenek bennünket valamire, az sokkal-sokkal kényelmetlenebb, mintha tényleg most a főnökének azt mondaná, figyelj, kapsz fizetést 10 napig, ne gyere be, pihenjél, olvassál, menjél sportolni, mit tudom én, hát kész, kivirágzana. De arról szól a dolog, hogy muszáj otthon lenni, mert a szabályok ezt követelik meg, és ráadásul, hogy az egészségünk is ezt követeli meg, akkor az ember 3-4 nap után már egyre rosszabbul érzi magát. Nem beszélve arról, hogy gondoljon bele, egy családon belül a klasszikus beszélgetési témák elfogytak.
Mi történt az iskolában? Nem volt iskola. Mi történt a munkahelyen? Hát home office-ba voltam. Elmegyünk hétvégén anyámékhoz? Hát nem lehetett elmenni se az anyukát, se az anyóst meglátogatni. Lehet, hogy erre sokan azt mondták, hogy hála az égnek, úgyhogy ez nem volt meg ez a történet. És hát nem hiszem, hogy mindenki Hegel filozófiájáról beszélgetne otthon a feleségével, ugye a csendes délutánonként. Ha már ebből a szempontból azt gondolom, a vidéknek volt egy kis előnye. Mert hát azért csak ott van a kert, ahova csak ki lehetett menni, csak lehetett egy kicsit szöszmötölni, molyolni. Na most gondoljon bele, egy lakótelepi lakás, két darab szülő és két kamaszgyerek. Most a kamaszgyerek amúgy se az a történet, amelyik ugye mindig a kedvesség, aranyosság, hanem ilyen normál esetben is szoktuk időnként mondani ezt a agyonütöm című történetet. Ráadásul egy ilyen feszült helyzetben, amikor a gyereknek ugye Skype-on van órája, vagy Teams-en van órája, ami nem biztos, hogy ugyanúgy működött című történet. És rengeteg, és nem csoda, hogy egy pici-pici szikrából láng lesz, és előkerül a kisbalta. És nem véletlen, hogy Magyarországon 20%-kal megnőtt a családon belül erőszakoknak a száma, Egyesült Államokban 30%-kal több a válás, megemelkedett a feszültségoldószereknek, ugye bizonyos gyógyszereknek a forgalma 10%-kal, az antidepresszánsoké 4%-kal, és ugye magyar adat nincsen, csak Amerikából, Angliából, innen-onnan lehet adatokat összeszedni, hogy bizony a szorongásos depressziós betegségek és az alvászavarok száma akár 15-20%-kal is megnőtt a populáción belül. És ugye ez messze nem akkora populáció, mint amekkorát maga a vírus veszély érintett, vagy talán fog érinteni, de ezzel való foglalkozás és a lakosságnak a fölkészítése az elmaradt. Nem beszélve arról, hogy az első etapban ugye hát az egészségügy bezárt. Nem volt pszichiátriai gondozó, nem lehetett kommunikálni a pszichológussal, csak telefonon, és nem véletlenül... Ez akkor egy nonsense. Hát nagyon, hát telefonon keresztül nem lehet valakit kezelni. Szóval az a telefondoktor az nagyon-nagyon-nagyon más történetről szól, és nem véletlen, hogy például a segélyvonalaknak a számát is jelentősen meg kellett emelni, mert annyian akartak betelefonolni, hogy egészen nem jutottak az emberekhez, és nekem is van olyan pszichológus kollégám, akivel ugye bezárt neki is, nem volt munkája, ugye a magánszektorban dolgozott, és elment önkéntesnek egy ilyen helyre, és beült a telefon mögé napi 4-6-8 órára, hogy segítsen azokon az embereken, már amennyiben lehet így a telefonon keresztül segíteni. Szeptember vége, október eleje van, jön az influenza járvány, ami még rá fog tenni erre a koronavírus járványjal való kezelés nehézségeire. Mi a megoldás? Oltás. Én javaslom mindenkinek, hogy oltassa be magát. Szóval van védőoltás, és ami ellen van védőoltás, azt ki is kell használni, hogy ne kapjuk meg azt a betegséget. És nem csak az idősek, nem csak a többféle betegségben szenvedő, kevésbé idősek, nem csak a gyerekek, hanem mindenki. És nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon az átoltottság az megemelkedne. Ugye a kötelező oltásoknál 99%, és ebben tök jól állunk Európában. Viszont a nem kötelező oltások szempontjából például influenzaoltás nagyon-nagyon gyatrán. És ugye ez ne csak az egészségdolgozókra vonatkozom, mert én azt gondolom, náluk talán természetes lenne, hogy ez megtörténjen az átoltás, hanem mindenkire is. Igenis, hogy jön el Magyarországon, mit tudom, 8,5 millió vakcina, vagy 9 millió. Tök jó lenne. Évekkel ezelőtt már nagyon régi óta azt lehetett hallani arról, hogy a kábítószerek fejlesztését vagy fejlődését nem tudjuk követni. Most se. Nem változott a világ ebből a szempontból. Jönnek az új szerek. Elmúlt olyan 6-7 évben legalább 400 új szer került ki a piacra. De azt kell, hogy mondjam, hogy az ellátót, mondjuk egy sürgősségi orvost, baromira nem érdekli, hogy mit használta a beteg. Mert mi nem a szert gyógyítjuk, hanem a tüneteket, amiket ő produkál. Hogy 300-al megy a szíve, 250/150-es a vérnyomása, epilepsziás rohamai vannak, 43 fokos a testhőmérséklete, és így tovább. És veszünk tőle természetesen vérvizelet mintát, ami majd elmegy a laborba, és lehet, hogy 1-2-3 nap múlva megtudjuk, hogy ilyen, olyan vagy amolyan szert használt. De ettől még persze körülbelül 3 év a lemaradásunk. Mert hogyha megjelenik egy új szer, és az mondjuk lebukik, mert mondjuk valakit bevisznek kórházba, és kiderül, hogy a vérében, vizeletében olyan szer volt, amit eddig még az Unióban nem mutattak ki, akkor már van egy adatunk. És amíg kellő mennyiségű adat összegyűlik egy szerről, az körülbelül 3 év. Ugye ez az Európai Drogmonitorozási Központ gyűjti, ahova minden ilyen kábítószerrel kapcsolatos adat eljut, és persze nem úgy, hogy mit tudom én, Tóth József, Szekszárd, Veselényi utca 20 szám alatti lakos, hanem alapvetően név nélkül, klinikai tünetekkel, terápiával, és így tovább, és így tovább. És 3 év után lehet egy új szerről mondjuk megjelentetni valamilyen orvosszakmai bulletint, ami nem egy könyv, hanem mondjuk 6-8-10 oldal. Amin éppen úgy nagyjából tudjuk, hogyha ezt a szert vette be, akkor mondjuk
80%-os valószínűséggel a bal füle fog elállni, ha azt, akkor a jobb füle, és így tovább, és így tovább. Szóval a lemaradás ez megvan, de hát alapvetően ugye azért jönnek ki az újszerek, mert van igény rá. És ettől a pillanattól kezdve ugye, és ez már jóval inkább drogpolitika, mint az ellátásról szól, hogy mindaddig, amíg valamire van igény, addig világos, hogy a piac ezt elő fogja állítani. Gondolj a mobiltelefonokra, hát milyen gyakorta jelennek, meg nem is lehet már követni, ugye, hogy most ebből a nevű telefonból a Z, meg az A, meg a nem is tudom én már milyen újfajta történetek jelennek meg, ami sokkal jobb kamera, meg szóval bármi technikai dologgal, ugye ez föl van ez a történet turbozva. Magyarán szóval a piac rá van arra kényszerítve, hogy újabb és újabb telefonokat állítson el, ami még jobb, mint a másik, még jobb, mint a másik, és ez ugyanígy működik itt is. De abban a pillanatban, hogyha a vevő azt mondja, hogy nem, akkor én hiába akarom neki eladni, mondjuk 30%-kal olcsóbban, vagy féláron, akkor se fogja megvenni. Magyarán szóval van egy kínálatcsökkentés és egy keresletcsökkentési drogpolitika. A kínálatcsökkentési drogpolitika arról szól, hogy elfogom a dílert, elfogom a nagykereskedőt, esetleg azt a gyereket, aki megvette azt a két spanglit, és lehet, az leggyakrabban ők kerülnek ugye lebukásra, viszont ez nem fog eredményt hozni. Ez egy bizonyos limitig működik, csak a másik az, ami eredményt hozhat. Na jó, de az nem úgy működik, hogy akkor most én itt belemondom a tévébe, gyerekek, ne drogozzatok, és itt meghallják a gyerek, és mondják, hű, hát itt volt ez a kopasz szemüveges szakállas csávó, és azt mondta, hogy ne drogozzunk, tudom, attól fogva nem drogozunk, tök jó lenne, ez így működne. De azt gondolom, akkor ezek után elmehetnék vizen járni, de ez így nem működik ez a történet. Itt azért ez egy nagyon-nagyon hosszas prevenciós munka. Megelőzési munka, ami nagyon sok függ a családtól, a szociális környezettől, az iskolától, nagyon sok függ mondjuk egy sportegyesületre, egy néptánckörtől, az egyháztól, hogy miket pakolunk be a gyereknek abban a bizonyos puttonyában. De hogy ha azt nézzük, hogy a világ minden pontján, függetlenül gazdasági viszonyoktól, társadalmi viszonyoktól jelen van a drog, és nagyon nagy a fogyasztás, vagy nagyon nagy az igény utána, akkor mi a megoldás? Alapvetően azt gondolom, nem sziszifuszi küzdelem a felvilágosítás. Nem gondolom, hogy egy BTK szigorítása. Hát gondolj bele, hát vannak olyan országok, ahol halálra büntetik a kábítószer használatot. És mégis ott van. És ott nem azt kockáztatja, hogy hát akkor elmegyek elterjedésre, hol írjam alá, és akkor elmegy 13-szor összegyűjt, mint ha a kék túrán lenne néhány pecsétet, azt hello. Utána megszabadul ettől a történettől, ez nem erről szól alapvetően. Én azt gondolom, hogy meg kell tanítani a fiatalokat jó döntéseket hozni. Persze ez egy nagyon szép felnőtt duma. Mert ugye ilyenkor rögtön vissza lehetne kérdezni, hogy oké, én elvárom a fiatalt, hogy tudja jól dönteni, és én tudok. Szóval a mintaadással van a probléma? Nagyon-nagyon gyakran. Nagyon gyakran. Meg egyáltalán az, hogy mennyire őszinte az a gyerek a szüleivel, mennyire ismerik a saját gyerekünket, mennyit kommunikálunk vele, és persze nem az ilyen hülye standard kérdésekre, ez a mi történt az iskolában, hazahoztad, megírt, stb. Történetekre gondolok, hanem például mikor beszélgettem a gyerekkel utoljára, mondjuk a tegnapi Fradi meccsről. Vagy mit tudom én, az időjárásról, egy megjelent az új Killers nagy lemezről, vagy bármiről, na jó, de ahhoz nekem, okos és bölcs felnőttnek, ez is idézőjelbe van téve, nekem talpon kell maradnom. Szóval nem arról beszélni, hogy fiam, amikor építőtáborban voltunk, és akkor már apa már megint kezdi, meg a katonatörténet, az élvezetes katonatörténetekről, hanem tényleg erről a mai világról, a TikTokról, hogy miért van, hogy Indiában miért használnak, mit tudom, ilyen 500 millióan TikTokot, és így tovább, és így tovább. Mi a bivajnak a legnagyobb baja? A bikának? Vagy bikának, bocsánat. Az, hogy bika erős, az, hogy nagyon-nagyon durva ez a történet. Ugye itt egy olyan szintetikus marihuána származékról van szó, amelyik szerkezetében hasonlít az a bizonyos delta 9 tetrahidrokannabinolhoz, ugye a kendernövénynek a pszichoaktív hatóanyagához, csak a hatáserőssége mondjuk 10-szer olyan durva. És a netán itt a kedves nézők között, mert itt nem is feltételezem senkiről, van olyan, aki látott már olyat, aki aludt olyan, aki életében már elszívott egy spanglit. És tudja, hogy ez nagyjából milyen hatású. Most ezt a hatást, ezt akkor szorozzuk már be 10-szer. Mind a pszichés, mind a fizikai hatását. És nem véletlen, ugye, hogy ezekből ilyen mikrogramnyi mennyiségek kellenek. Mikrogram, ugye 1 gram az 1000 milligram, 1 milligram az 1000 mikrogram. Szóval itt, ha azt mondom, hogy 10 mikrogram, hát gyakorlatilag az semmi szinte, és ebbe már akár bele is lehet halni ebbe az egész történetbe. Csak hogy itt is működik egy olyan, hogy ezt is kipróbáltam, erre is kíváncsi. Szóval van egy spirál, ami a fogyasztót beleviszi az egyre erősebb szerekbe? A spirál az nem feltétlenül működik, mert azért nagyon sokan megállnak annál, hogy időnként marihuánát szívnak. És persze ezek a szintetikus szárnyadékok azért kevésbé az iskolázott csapatra jellemzőek, ha bár nagyon olcsók és pont emiatt a szegregátumban élők, vagy a szegényeknek elsősorban a kábítószere, hiszen
Gondolj bele, hogy 150-200 forintért lehet kapni egy ilyen biofüves cigarettát, tehát semmiért. Mennyi idő alatt lehet ezt összetarhálni? Hát pillanatok alatt. Azért mondom, 5 perc alatt. És azért a szegregátumhoz eljutni az nem egy egyszerű dolog. Hiszen ott ugye vannak megszokott családi minták, és ezek a minták ezek nem feltétlenül mindig pozitívak, amiben kívülről belelépni, ráadásul úgy is, hogy az ember megpróbálott ugye okosnak lenni, az nem egy egyszerű dolog. Szóval együtt kell élni ahhoz ezzel a táborral, ezzel a csapattal, hogy az ember valahogy a közelükbe tudjon férkőzni, és hogy elfogadják őt. Mert lehet, hogy eljönnek, jó, elmondta, oké, hello, azt le van szarva, hogy mit mondott az illető. Szóval nehéz azt elérni, hogy az embernek odafigyeljenek a szavára. Azt mondják legalábbis a környékünkön élő és ezzel a dologgal foglalkozó civil szervezetek, akik tényleg látják a helyzetet, hogy a kábítószer gyakorlatilag majd minden iskolában jelen van. Persze. És akkor már elkéstünk. Azt gondolom, hogy az, hogy jelen van, abban nagyon-nagyon sokszor benne van a kíváncsiság. És persze én nem akarok senkinek a feneke alá lovat adni, de most, ha most ez a gyerek elszív egy marihuánás cigarettát, és mondjuk 90%-ban általában nem negatív élményekkel szokta kikerülni belőle, akkor összedőlt a világ. Valószínűleg nem dőlt össze. De kérdés az, hogy ezt ő mondjuk elmeri otthon mondani? És mi történne, ha elmondanát? Valószínűleg apa ott halna meg, vagy abban a szent pillanatban venné el a nadrágszíját, és már ütné verné szét ugye a gyereket. Mert alapvetően ugye a felnőttek nem nagyon tudnak erről a világról. És ez nem azt jelenti, hogy most azt mondom, hát akkor kedves felnőttek, akkor majd jön itt a hétvég, akkor tessenek egy kis panglit, egy kis ekit, két csík kokaint, egy kis ketamint, vagy valami egyéb más növényi hatóanyagot kipróbálni. Szó nincs róla, de hát ez megint idő, hogy én megismerjem ezt a világot, hogy olvassak róla például, hogy hallgassak mondjuk olyan zenét, mondjuk a pszichedelikus rock zenének bizonyos részeit, olvassak ezzel kapcsolatban verseket, és mondjuk nem olyan verseket, amit mondjuk egy no-name költő írt, vagy például mondjuk olyan beszámolókat, amelyek ugye erről a világról szólnak, és itt akár gondolhatunk mondjuk olyan fickókra, ezt talán sokan hallották ezt a nevet, hogy Charles Baudelaire, ugye, aki azért erről egy egész könyvet írt ugye a saját maga hasis fogyasztásáról, és hihetetlen jól visszaadja ezeket az élményeket. És azt gondolom, hogy azért érdemes ezekkel a figurákkal megismerkedni, mert a védekezést szolgálhat. Részben a védekezés, részben pedig elolvasom az ő művét, ő átesett ezen a történeten. Volt időnként, aki bele is halt ebbe, de úgy tudja ezt a történetet visszaadni, hogy én szinte úgy tudok kábítószer tüneteket produkálni magamon, átélni, hogy magam nem használtam kábítószert, és ez baromi fontos lenne. Zahar Gábor, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.